Ne felejtsék el, hogy a burgonyát, illetve a hagymát át kell válogatni, köszöntök mindenkit. Ugyanis akár a pincében, akár a tárolóban, vagy éppen spejzben, vagy bárhol tároljuk, most már azért egy kicsit melegebb az idő, úgyhogy érdemes átválogatni, hogyha még van a tavalyiból. Nekem még van, úgyhogy kénytelen voltam átválogatni a hagymát is, amit szépen kihajtott már, úgyhogy akár a zöld részét is fel lehet használni, ehhez a mai levesünkhöz, például a hagymaleveshez. Már is mutatom a készítését. Én egy kis vajban fogom majd elkészíteni, és vajat fogok majd hevíteni a serpenyőbe, és aztán közben én itt már elkezdtem összevágni, de még ami van, hagyma, azt gyorsan összeszeletelem. Nem baj, ha az egyik vékonyabb, a másik vastagabb, mert úgyis ez szépen szét fog majd menni. Azért nem mondtam azt, hogy francia hagymaleves, mert ugye ott kétféle készítési mód van. Ugye az egyik, hogy amikor megvan a hagyma, akkor beletesszük a lisztet, ezzel egy kicsit átkeverjük, és utána egy kis tejszínt adunk hozzá. Én ehhez sem tejszínt, sem tejet nem fogok hozzátenni. Közben muszáj vagyok már beletenni egy kicsit, még itt van kettő darab, de ez meg felmelegedett a vaj. Jó, ez egy kicsit hagy legyen még. Tehát nem teszünk hozzá se tejet, se tejszín. Nem fogom liszttel sem megszórni, mert úgy gondolom, hogy most azért egy kicsit pihentetni kell ám a gyomrunkat, meg azt is, hogy ezt a rengeteg szénhidrátot, ugye, amit megeszünk akár kenyérrel, akár más termékekkel, ezért próbáljunk olyan ételeket készíteni, amiből ki tudjuk hagyni például a lisztet. Ilyen például ez a leves, mert hogy inkább több hagymát használok hozzá, és majd azzal fogom sűríteni, tehát valamennyit szét fogok majd benne turmixolni, de akár ezt lehetne krémlevesként is használni, majd meglátjuk a végén, hogy melyiket fogjuk megcsinálni. Mind a kettő, tehát végül is ebből két fajtát is lehet készíteni, tehát akár krémlevest is, akár pedig így egészben, szeletekben hagyva a levest. No, ezt elkezdjük megpárolni, és inkább dinszteljük, mint hogy lesütjük. És én ilyenkor szoktam rátenni sót. Ez nekem olyan só, ami egy kis borssal van összekeverve. Lehet is látni, hogy vannak benne kis fekete szemcsék, tehát ebben már én a sót, borsot beleteszem. Egyrészt azért, hogy a só sokkal jobban ki fogja adni majd a hagymának a nedvességét. Mert most nekem pont az kell, hogy egy kicsit így összeessen, tehát kijöjjön belőle a nedvesség. A másik pedig ugye a borsnál pedig, hogy egy kis ízanyagot kapjon majd. Jó, úgyhogy ezt megvárjuk, míg elkezd dinsztelődni, vagy teljesen megdinsztelődik a hagymánk. Ha megdinsztelődött a hagymánk, lehet is látni, hogy kicsi vizet is kiengedett, akkor hozzáöntjük a vizet. Ha esetleg valakinek marad húsleves, zöldségleves, egy kicsi és leszűri, nyugodtan hozzá lehet önteni, nagyon jó ízt fog neki adni. No, tehát ebben benne van a hagyma, a só és a bors. Most hagyom, hogy hagy forjon fel, lehet látni ugye, hogy szépen úszkálnak a hagymadarabok, tehát jó sok van benne, tehát ebből tudunk majd sűrítést készíteni. És akkor ráteszem a fedőt, megvárjuk, míg felforr, és akkor még egy picit utóízesítjük majd. Körülbelül egy 10 percig főztem ezt a levest, ugye ez elég jó kis vizes, gyenge hagyma volt, és kicsit lejjebb veszem a hőfokot, és most én például turmixolni fogom. Lehet úgy is, hogy csak a felét turmixoljuk át, és akkor megmaradnak szépen benne a szálak. Meg lehet úgy is, hogy teljesen.
jó, hogyha teljesen áttúrmixoltuk, vagy ki hogy szeretné, tehát mind a kettő jó. Ezzel is lehet látni, hogy egy kicsit besűrűsödött maga a levesünk, és még mindig maradtak benne szálak, tehát ez pontosan elég lesz ahhoz, hogy egy jó, finom, meleg tányérlevest tegyünk belőle. Ehhez akár lehet készíteni egy sajtos pirítóst, vagy sima pirítóst, de a legjobb, ha csak így magába esszük. Jó étvágyat kívánok! Dum 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 d